I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new Nagy tisztelettel kérem szépen ide előre beállni az ifjú pár, kérem. Aztán ki maga felül a tanukat felsorakozni. Vőlegény mögé, vőlegény tanulja, mennyasszony mögé, mennyasszony tanulja. Álljon, legyen szíves. Örömszülők hada foglalja el aztán kicsi menetünkben a helyet, majd a nász nép többi tagja. Jöjjön utánunk a díszterembe. Hogy reggel neked kedvedért kávét főzni.
ha eled a félelem, első, hogy téged felhívtalak. Hogy mosolyog, ha sokára készülök, és egyre jobban tetszik, mikor hócos vagy. Amikor hibáinkat megnevetjük, amikor a biztonságot úgy hívod, két kalokban. Nem tudom, milyen örökké szeretné, milyen, ha lehozták a csillagokat. Én azt tudom, hogy te vagy ez a valami, ami miatt akarom, hogy a mát kövesse mindig egy forma. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a házasságot és minden résztvevőjét. Külön köszöntöm kis Krisztina menyasszony és Fekete Imre őlegényt. Kedves vendégeink! A világon minden ott a legszebb események közé tartozik, amikor két egymással talál boldog ember, családja, barátai körében örökhűséget fogad. Szövetséget köt a szépre, a jóra, egy igaz, boldog életre. Ez az esemény családi ünnep Krisztina és Imre házasság kötése. Az anyakönyvvezető munkájának az a része, amikor két szerető szív előtte mondja ki az igent, talán a legszebb, de mindenképpen a legmeghatóbb mind közül, hisz először láthatja a boldogságból csillogó, ragyogó tekinteteket. Tudja, hogy az ő közreműködésével alakul egy új kis közösség, egy új család. És ha valami, ami csodálatos és az ember közreműködésével jön létre, akkor ő kénytelen a büszkeség tölti el. Kedves házasságú, még alig egy tavasz, nyár, ősz és tél váltotta egymást azóta, hogy egymásra találtak. Így ma már egyértelmű, hogy ez a találkozás nem csak az elmúlt együtt töltött idő, hanem a további életünk meghatározója is lett. Kedves jegyesek, házassági szándékokat a törvényben előírt módon bejelentették. A bemutatott iratok alapján megállapítottam, hogy házasságkötésüknek törvényes akadálya nincs. Annak érdekében, hogy a mai napon hozott döntésüket megfeleltessük a magyar jogszabályainak, kérdést kell intéznem először a menyasszonyhoz, majd a vőlegényhez, amelyre kérem, hogy előttem és két tanúik előtt egyértelmű választ szíveskedjenek adni. Ehhez az ünnepélyes pillanathoz megkérem a kedves vendégeket, szíveskedjenek felállni. Kijelenti-e kis Krisztina, hogy az itt jelenlévő Fekete Imrével házasságot köt? Igen. Köszönöm. Kijelenti-e Fekete Imre, hogy az itt jelenlévő kis Krisztinával házasságot köt? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Fekete kis Krisztina és Fekete Imre Magyarország polgári törvénykönyvéről szóló törvény értelmében házastársak. Megkérem Önöket, hogy a szóban elhangzott akaratot a házassági lapon aláírásukkal is erősítsék meg. Kedves vendégeim, most már helyet foglalkozunk. És akkor először a feleséget kérném szépen. Kedves ifjú pár,
ősidők óta azok az emberek, akik összetartoznak, választanak valami jelképet, valami olyat, amit nagyon-nagyon szívesen viselnek. Pontosan azért, hogy mindenki számára mutassák és jelképezzék, ők valóban és tényleg egy párt alkotnak. A mai napon önök hoztak egy döntést, és én pedig hiszem, hogy a házasság elég érett. A házasság döntés arról, hogy mit érzek a másik iránt, és hogy vele akarom leélni az egész életem. Önök is választotta két gyönyörű karikagyűrűt, de én bízom benne, hogy a házasságukban ez a két gyűrű nem csak két ékszer lesz. Jelképezni fogja számukra az összetartozást, a bizalmat és a sohányán túló érzelmeket. Kérem, lépjenek közelebb és húzzák egymás ujjára. És így már házastársaként köszöntjék egymást az első hitvesi csókkal. Kedves házaspár, a köszönet és hála elszerint. Azt a sok szépet és jó szeretetet és áldozott vállalást, amit egy gyermek a szülőtől kaphat, lehetetlen szavakkal megköszönni. De bármelyre sodorja és önöket az élet, róluk soha ne feledkezzenek meg. Semmivel sem fejezhetjük ki méltóban szeretetünket, tiszteletünket, mint ajándékkal és küldetéssel. Ezek az apróságok mondják el helyettük, hogy köszönjük az álmatlan éjszakákat, a simogató kezeket, az aggódó tekinteteket, a féltő, óvó, mindig jóra bíztató szavakat. Őrizzék meg a szülői házban eltöltött gyermekkor kedves emlékét, és hálás szívvel gondoljanak szüleire. Jó tanácsaira, segítségükre mindig számíthatnak, mert minden szülő akkor boldog igazán, ha a saját gyermekét is boldognak látja. Kedves szülők! Először is engedjék meg, hogy gratuláljam a fiatalokhoz, akikből az elmúlt évek alatt nagyszerű embereket neveltek. Büszkén állhatnak most itt, hiszen nemrég óvodaküszöböt, iskolapadot koptatott kisgyermekről, felelősségteljes felnőtt házas ember lett. Hordozva az önöktől kapott ajándékot, gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, hogy mindig tudják, hol van az otthonuk, szárnyakat, amely a föld bármely részére elrepítheti őket. De bármely is raknak fészkel, a gyökerei elképületlenül kötik majd őket ahhoz a földhöz, ahol megszülettek, és akkor felnőttek. A fiatalok nevében köszönöm a kitartást és a szeretetet, amivel elkísérték őket nap mint nap, mióta csak élnek. Kívánom, hogy legyen nagyon-nagyon sok örömük gyermekünk házasságában. E gondolatok jegyében kérem önöket, köszöntsük szülőket. Kedves Krisztina, kedves Imre,
Nekem jutott az az örömteli feladat, hogy házasságkötésünk ünnepélyes pillanataiban elsőként köszönhetem Önöket. Ilyenkor mindig szép szavakat várnak útra valóul az újdonsült házasok, biztatást a jövőre nézve. Az együtt töltött idő során már megtapasztalhatták, hogy a szép szavaknak csak akkor van jelentősége, ha mögötte még tartalom is van. Önök jól tudják, hogy a család élete nem csupán ünnepnapokból áll, hogy bizony rögös az élet útja, s van bőven akadály is, melyeket kerülgetni kell. De tudják azt is, hogy ez az út mennyi váratlan örömet tartogat. Gondolják csak meg, együtt járni az élet erdejét, kéz a kézben, kerülgetve akadályait, milyen gyönyörű és örömteli kaland. De ha egyikőjük becsukja a szemét, és úgy halad előre, hogy csak kedvesen érzékenyre hagyatkozik, ehhez már bátorság, bizalom, és feltétlen elfogadás kell. Valahogy így képzelem el a házassági fogadalmat, a házassági szövetséget is. Hiszen a házasság szövetség, két ember szövetsége, ahogy a költő mondja, páros összeesküvés az elmondás ellen. Mert ne feledjék, ha megszerintítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számodra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Tessék, nagyon egyszerű, jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Közös életünkben találják meg, és őrizzék meg mindvégig ezt az igazán lényeges. És végezetül az anyakönyvi kivonat átnyújtása során kívánok Békés Csaba megyei város polgármesteri hivatala, és a magam nevében, hogy ezek a felejthetetlen percek jelentsék egy örömökben, megértésben, boldogságban eltöltött hosszú házas életéhez. Thank you.
találkozik is párra, akkor arra kérem szépen mindenki, hogy nagyon szép, gyorsan majd álljon tőle az ifjú párra, a csoportban is csoportobást tudjuk végrehajtani. Számolni a názmenetben, nézd meg őknek szólok, mert a kérdés nagy templom előtt, tehát idézünk, hogy légyünk a városvárnáról, jobb készre találnak egy nagy kordot, ott fog fősorkozni, a nászét onnan közelítjük meg majd a vízság színeire, a borozók, a vendéglátó meg a végése. Köszönöm a figyelmet, éljen az ifjú pár! Nem, le voltál. Tisztelt vendégsereg, igen, tisztelt násznép, figyeljen most én rám, aki itten állép. Megkezdődött munkám, vidámabbik oldala kéretni a kedves vendégsereget, ez igen ékes házba. Szeretnék mindenkit tisztelettel kérni, keresse a helyét, hol nevével egy cetli, ezt ügyesen megtalálta, foglaljon hát helyet, senki se bánja. Lehet így a helyeket hangosan keresni, többféle itókát, hordószám vedelni, és mindenkit majd kap a pincértől egy pohár pezsgőt, azt majd emelje meg, dicsérje majd a teremtős, dicsérje az ifjú pár, s az egészségére igya ki minden cseppjét, minden egyes harmatját. No, hogyha így a helyeket megtalálták, kérem szépen gyorsan cselekedni, hisz korog már a gyomrom, rég nem kapta menni, kérem szépen az ifjú pár éjjenezni! Jöjjenek utána! És vigyázzanak a küszöbre, hogy leértek, mindjárt lesz még egy, föl ne bukjanak benne! Ő megkívánt egy őt, ünnepelt énekes nőt. Mindig a szívül valót, rózsapak kedvence volt. És ő mindent elmond, házakból adni
Kedves rokonok, családjukba új tagokat van szerencsém bevezetni most. Mondandómmal pótolom az ifjú menyet és a vőt, az örömszülőkhöz mondok mostan köszöntőt. Egy új lélekkel gyarapodott házuk, egyel több lett, mint már lányuka vagy fiúk, az ifjak szólani sem tudnak örömükben, hálával eltelve fiatal szívükben. Mi eddig nem volt még csak álmukban, valóra lett, mint már szerelmes párjukban a szeretetben, hogy egymásra élettek, hálával eltelve köszönik ti nektek. Kívánnak békés, boldog életet, unokákat cseperítő mozgalmas éveket, s az utóbbiért ígérik, hogy tesznek, szerető jó fiatok, s leányatok lesznek. Élnek az örömszülők, éljen az ifjú pár! Kedves vendégek, őszinte vallomással tartozom én ti nektek, magam sem vagyok az a fajta ember, aki pezsgőt iszik. Inkább olyan Borissa féle vagyok. De ahogy végignéztek ezen a poháron, nagyon-nagyon jelképes ital ez a pezsgő. Láthatjátok, ahogy gyöngyözik fölfelé a sok-sok buborék. Látod? Nagyszerű. Az üveg falán, és egyre fölfelé tart. Hát azt kívánom, hogy az ifjú párnak boldogsága, jó kedve, jó léte, a sok-sok öröm, ami ezután rájuk vár, ugyanígy csak fölfele szálljon. Fogyasszuk el, ígyuk meg pezsgőnket az ő egészségükre. Éljen az ifjú pár! Éljenek sokára! Kedves vendégek, akinek még alkalma nem volt ajándékját átadni, az ifjú pár, míg a főasztalhoz közel vezetem, mentem megteheti. Hozzanak az ifjaknak minden apró cseprőt, sündisznóból drótkefét, boszorkányból seprőt. Kérem szépen az ifjú pár javára cselekedni, és egyre őket csak élnezni. Éljen az ifjú pár! Éljen!
Bencsés, Lencsés, Bencsés, Gimbéces, Gombócos, Likváros, Mákos, jól felfüstölt, kolbásztos, nagyon ez a takarékos úristen. Az asztalon a sok jó ital, a helyét mind megállja, de egy közülük legkülönbb a gyümölcslék királya. A jó magyar pálinka nincsen annak párja, aki megkóstolja, bizonnyal belátja. Kóstolgassuk, ízlelgessük, az ifjú párt, meg éjjenezzük, éljen az ifjú párt, éljenek sokában. Kedves vendég, a következő mozzanathoz, napirendi ponthoz megtisztelő jelenlétét várom ide a tánctérre az ifjú párt. Titeket pedig, kedves vendégek, megkérdezlek nagy-nagy tisztelettel, hogy a Krisztit az imit ki szeret? Nyújtsa a kezét! Jaj! Nagy a baj, kedveseim, nagy a baj, hiszen hosszú volt a menet, hosszú volt a nap. A pálinka meg nagyon ütős, homályosodik ám a szemem, de ennyit tudok mondani, iszamosodik a járásunk, de csak egy kicsinkén. Éppen ezért arra kérlek titeket, kedves vendégek, hogy mutassátok meg szereteteteket úgy, hogy fölkeltek a helyetekről. Aki szereti az ifjú párt, a Krisztit, az imit, álljon fel a helyéről. Na jó, kedves vendégek, hogyha már így álltatokban vagytok a helyeteken, akkor mi sem könnyed, mint a következő táncba. Ők megmutatják, hogy kell csinálni. Ti pedig bekapcsolódtok. Éljen az ifjú párt! Gyertek a táncra! Bocsásson meg nekem a világ, szeretem a hegedű szavát. Bocsásson meg nekem a világ, a művirág nem igazi virág, hozzátkát öreg cigár. Ölembe húz, cigár, de rége, hogy a szívem mégsem fáj. Csak azért így bocsásson meg nekem a világ, szeretem a hegedő szabát. Bocsásson meg nekem a világ, a művirág nem igazi virág, hosszabb már bőleg cigár. Bőlembe húz, kuzsikál, de rége, hogy a szívem mégsem fáj. Volt egy nagy-nagy szerelem, hogyok vagyok, minden állta sokáig. Most itt vagyunk, ennyi szépen megfelejtek sokáig. Tőlem, hogyha te is akarod, csak a férfi hozzátta meg neked a világ. Szeretem a hegedő szapát. Bocsássa meg neked a világ, a művilág nem igazi virág. Hozzám már tőlem cigár. Ölembe húz, muzsikál, de rége, hogy a szívem mégsem fáj. Forró nyár volt és tűzött a nap, sétáltak, mikor megláttalak. Csillogó szemben, sámító nézett beállt. Fiatal voltam, és fiatal vagyám, vártál rám egy furjuknál. Nem mertem akkor bevallani semmit nekem. Bocsáss meg kérlek, van egy képvár, másé a szívem régulta már. És még csak annyit mondhatunk, kettőt szeretni nem tudom. Bocsáss meg kérlek, van egy képvár, a szívem régulta már. És még csak annyit mondhatom, mit szeretném nem tudom. Elmúlt már, véget ért a nyár, eltűnt a rétről a sok virág. Szóló szívvel gondolok én is beáll. Tudom, mit tegyek, hogy akkor már, hogy mondjam el azt, ami fáj. Ne kell, hogy mondjam valami fontosat neked. Bocsáss meg kérlek, van egy képár, másé a szívem régulta már.
kis vincsalany, mondható, kettét szeretni nem tudom. Bocsáss meg kérlek, van egy hibám, másé a szélem régóta már. Kis vincsalany, mondható, kettét szeretni nem tudom. Főzéshez készül. Meglestem az imént, úgy láttam én éppen bagolynyerítést főz első étekképpen. Asszonya szörgés föl, csirke ordítással, borjú köhögéssel, vadbivaj mártással. Végül lehetünk itt üres kocsizörgést hozzá, sündisznó máj lesz majd a körítés. Egy tüskés sündisznó lesz itt nyársra húzva, egy öreg kocsi agya betácolva. Na megeszünk mi mindent, csak hozzá kell még menten, mit szakácsunk, az asztalra tenni nem restel. És hogy ki ne hagyjam, és el ne felejtsem az imént, ahogy a konyhába mentem, finom étket láttam, mindjárt elmesélem, patkányszom lehetett messziről, úgy vélem. És hogy a jó étvágyat el ne roncsom, a legjobb falatokat el ne hanyagoljam, vad csalánnal tépdelt egérfarkaleves készült a cserényen, de lehet, hogy nyers. No, ki is nézek tüstént a konyhára, mi készül itten ízes vacsorára? Egyet fordulok, visszatérek menten, lehet, hogy sohasem, bornyúnyúzó kedden. Az ifjú pár meg, éljen! 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 Éj, jó pistók, szerencsés, jó estét kívánok! Meghoztam a leves színe, arancssárga, csigafőt, ebben nem pedig lenspárga. Tessék át szedni, de ne csak úgy keveset, itt tudom, a muzsikus jó hete nem evett. Egy tányér, két tányér, ne sajnáld a gazdát, vegyen a strabantot, nem pedig lemmazdát. Ám a levessel nem kell jól lakni, hisz lesz itt kaja bőven, amit lehet falni. Ám aki mostan ehhez érez vágyat, hát kanalazzon! Nosza, jó étvágyat! Éljen az ifjú pár! Éljen! Kedves vendégek, vidám társaságban gyűltünk össze ma itt, ám örömünkben el ne felejtsünk valamit, hogy mely szép hazában lakunk, s mely szent nemzethez tartozunk. Kérem a kedves vendégeket helyükről fölállva, hangozéken számból lépünk himnusszal, nemzetünk szent imádsága. Isten áld meg a magyar, jó
Éljen az ifjú pár! Éljen! Sok szerencsés jó estét kívánok, meghoztam a marhát, mind a négy lábával. Jó 16 évig legelt az anyjával, addig-addig ette a szénács az abrakot, míg tegnap este végül a fűbe nem harapott. Mészáros taglója vetett neki véget, látom, nem szomorkodunk mi mostane véget. No, ennyi tisztesség még egy marhának is kiárt. Fogyasszuk el hamarjába mindjárt. Éljen az ifjú pár! Éljen! Mindenki hallotta? Nem, ellopták. Bizony ellopták. Látom szomorú ábrázatotokat, kedves vendégek. Engedjétek meg, hogy egy gyógyírral visszajöjjek, jó? Hát, hogyha az segítene abban, hogy minél hamarabb visszakerüljön a mennyasszony. Te meg Imre, azonnal pucolj után, aztán elkezdjél elkeresni, menj. Hát csak ellopják azt a mennyasszony. Szalém aleikum, a béke veletek, kedves testvéreim! Látom, azért most már enyhül azért a fájdalmatok, enyhül a rettegésetek, hogy visszajöttem gyógyírral a mennyasszony visszaszerzésére. Hát kedves vendégek, be kell mutatkoznom, valójában én ugye a bőfénymesterség mellett még egy ipart is űzök, a Békés Avai Muzulmán Egyházkerület vezetője vagyok, Mohamedán nevén Seggfej Bej, kinek nyakizmán tökül. És hát ugye egy ilyen Mohamedán főpapként egy imádságot fogok megtanítani ti nektek, mégpedig egy női imádságot. Ez az imádsághoz, ez a női imádsághoz három bátor önkéntes jelentkező hölgyet fogok kijelölni. Úgyhogy meg lesznek itt mindjárt a jelöltek. Az első önkéntesnek egy nagy tapsot kérek szépen. Másodikuk is itt van. Nagy tapsot kérek szépen neki. Álljunk ki a tánctérre, légy szíves. Oda. És akkor... Itt van még gyorsan. Úgy. És a harmadik olyuknak is egy nagy tapsot kérek szépen. Ennyire imádságos jámbor lelkeket, kik ilyen rögtön és örömmel jönnek segíteni a mennyasszonykán, már nagyon régen láttam. Kedves vendégek, ugye egy ilyen mohamedán imádsághoz hozzá tartozik egy imaszőnyeg. Ezt fogom én most leteríteni. Nagyon figyeljenek a hölgyek, hát egy kicsit terep színű, de nem baj, megbirkóznak szerintem a feladattal. Arra kérlek szépen titeket, hogy így libasorba álljatok, nem muszáj gágogni, csak úgy egymás mögött sorakozzatok fel. Békés megyében ugye mérsékelt iszlám világot élünk, kedves vendégek. Ismeretes Afganisztánban, hogy ott bizony a gurkacs takarja el a hölgyeket fetőtől de talpig. Békés megyében ugye mérsékelt az iszlám közösség, nagyon kevesen vagyunk, így az elkendőzés is csak ilyen mérsékelt lesz, igen-igen kicsiny mértékű, nem az egész hölgyet fogjuk eltakarni, csak a szemüket. Na most az első kendőzés megtörtént. Nagyon szépen tűri. Hát ő ilyenkor mit érez? Nem tudom, mit érez ilyenkor, de valószínűleg most, mint kegyed is, ugyanaz. Na, harmadik ójuk is megvan. És aki
megtörtént az elkendőzés, nagyszerű, aki maga előtt talál valakit, tegye kérem szépen a vállára a kezét, úgy, mert egyszerűbb lesz. Látták a kedves hölgyek, hogy milyen széles volt ez az imaszőnyeg. Az imádság lényege az, hogy egy nagy terpeszt álljanak, sokkal nagyobbat, mint az az imaszőnyeg, és így bekötött szemmel az imaszőnyeg felett menjenek át, ez az imádságnak a lényege. Annyit fogok mondani, tehát nem ilyen hánosságban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, csak én fogok mondani, jallá, és akkor erre kezdődjék meg az imádság, ilyen terpeszjárásban, imajárásban, ne felejtsék el, a mennyasszony kell visszaszerezni, az égiek kegyét így kell kitiporni valamilyen szinten. No, kedves fiúim, annyit mondok, jallá, induljon az imádság, ne lépjenek a szőnyegre, mert akkor az iszlám jog súlyosan lecsap a törvényszegőkre, és bizony megbünteti őket. Ha szólok, vegyék le a kendőt, kedveseim. Na most akkor megfordulhatnak és levehetik. Kutyafáját még. Jó, hogy itt van ez az imaszőnyeg, mert ágaskodó jó szándékomat takargathatom vele. Kedves vendégek, pár szóban elmeséljem, hogy mit láttam. Annak idejében forgattunk egy filmet, másfél millió hosszú lépés Magyarországon, Rockenbauer Pállal, Tapolcai Tavas Barlang ehhez képest kiskanál, amit láttam, és hát ugye a Servódi kerek erdő, kopár pusztaság, és akinek nem bugy, akkor nem inge, ne vegye magát, alsó nemüt vegyenek a hölgyek. Köszönöm szépen a segítséget! Hát reménykedjünk abban, hogy visszakerül a mennyasszony, a három bátor önkéntesnek pedig nagy tapsot kérek szépen. Kedves vendégek, közben a rablókkal tárgyaltam. Akkor hajlandók visszaadni a mennyasszonyt, visszahozni a mi körünkbe, hogyha az új asszonyt új ember, hiszen úgy térnek már vissza a mi körünkbe, úgy várjátok, hogy kint a Kánc téren tánccal folytatódjék a mulatság. Köszönöm a figyelmet, várjuk az ifjú pár, éljenek soká! Éljenek!
fél nyolc után. Szúdó szín körből a szemem, nagyodom a bát, én szép szemem, legyen a horvát kedvelem odám. Este fél nyolc után, mikor az első csilma kidul, kicsike papa hozzám simul. Legyen a horvát kedvelem odám. Azon este fél nyolc után, kiszúl a szín kőből a szemem, nagyon a babát két szép szemem, legyen a horvát kedved Budán. Azon este fél nyolc után, mikor az első csillag kigyúl, kicsike babát hozzád simul. Csókra szomjas a szám. Sejt, hat, rozé, vasárnap kirándulunk. Megelárt, rozé, unatkozni nem fogunk. Én szép szeme, ha még csak a csint lerád. Tóra kedve súg meg neked, a csókra szomjas a szám. Szél viszi messze a fellegeket, mögötte lángol az ég. Nyújj ide édes a kis kezedet, ki tudja látok-e még? Ki tudja öle-e a két karom, ki tudja csókol-e a szántalankon? Ki tudja melyik éjjel, melyik hajnalán? Indul a százattól vár. Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e a szántalamban. Ki tudja, melyik éjjel, melyik hajnalán. Indul a százattól vár. Tetejed, tetejed, rád szállod,
napomon. Jaj, a nyitni, a napot, a nő, rúgoljon a Dunába kér. Szeretlek, pakoljál meg, úgy szeretlek, la-la-la-la-la-la-la-la. Elmozgasd a lábad, szárát, tudom a marad járását, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Máma ebben orosz, ember a lány, én nem szeretem, la-la-la-la-la-la-la-la. Úgy szeretlek, úgy szeretlek, van újjál meg, úgy szeretlek,
vendégeket van szerencsém bevezetni, illetve bemutatni ti nektek itt a lakodalomban, az új ember s az új asszony. Hát lám a keresgélés, és lám-lám az imádság meghozta annak gyümölcsét, hogy ismételten az ifjú feleség körötökben van. Hanem aztán vannak ezek a rablók, ezek igazán olyan marcon-arcok, valami szigorú ábrázatot mutassatok már, ráncoljátok össze, ha nem is a feneketek partját, de legalább a szemöldököteket ráncsátok egybe. Súlyos feltételhez szabták azt, hogy visszakaphassa az Imre az ő Krisztináját. Hát édesanyja, kérlek szépen, mint az ifjú anyós, az ifjú vej elé álljál, hiszen a feladata a következő, az ifjú vejnek. Három mondatban dicsérd az anyósodat. A mondatokban ne ismétlődjön szó, úgyhogy járjon az agyad, elég erős. Ajaj. Ez már meg. Imádom a legszebb lányodat. Nagyon jó, köszönöm. Te vagy a legjobb anyósom. És egyben egyetlen. És egyben egyetlen. Bátran vagy, tehát nem hallik. Ne vagyok, ne kezdj be. Gyere közelebb. Főzted a egyik legjobb világon, mert ez a lányod azért jobban főz. Na hát akkor, hallotta mindenki? Nem! Nem! Jártatok! Meg tudod ismételni kicsit kiabálni? Nem hiszem. No. Anyósom legfőztje a legjobban, főztje a legjobb a világon, de azért a lánya sokkal jobban főz. Első mondat! Imádom a legszebb lányodat, és vigyázni fogok rá örökre. És te vagy a legjobb anyósom, az egyetlen. No. Nagy tapsot kérek szépen az ifjú férjnek! Kedves vendégek! Ima próbált kiállta az ifjú férj, visszakaphatja ifjú feleségét. Azonnal ad vissza. Azonnal, de rögtön mindjárt. Ám most az ifjú pár bizony nagyon-nagyon kíváncsi. Nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy összehívott ilyen szép násznépet. Igen jelentős számban, igen közelről, stáborról, de jó barátságban és jó rokonságban élnek. Arra kíváncsi vajon az ifjú feleség és az ifjú férj, hogy vajon ti őket hogyan ismeritek, mennyire nagyon. Éppen ezért most kérek szépen minden kedves vendéget, aki itt van és érez magában erőt még a lábában, szerintem mindenki így van, jöjjön ki ide a tánctérre. Feladatuk a következő lesz. Lesz egy férj oldal, lesz egy feleség oldal. Elhangzanak kijelentések. Ha a feleségre jellemző, álljanak ő hozzá közel. Ha a férje jellemző, álljanak hát a férhez közel. Gyertek ki, vendégek, és akkor nézzük, ti hogy birkóztok meg a feladattal. És amit a kettőre jellemző, maradjon. Akkor hát olyan nagyon-nagyon nem lesz. No, persze, aki nem tudja a kérdésre, a helyes választ, az ki fog esni a játékból. Na nézzük csak! Ki éhezik meg jófajta finom falatokra sokkal sűrűbben? A feleség vagy a férj? Menjünk a látszok. Ki szavazott a férjre? Kire jellemző? Akkor megvannak az első kiesők. A bátor játékért nagy tapsot kérek szépen neki. Direktor! Újabb kérdés következik. Ki költ több pénzt egy vásárlás alkalmával? Hát azt hiszem, hogy akkor megvan az egyértelmű válasz. Rafinált kérdés következik, mert aztán ezt tényleg nehéz eldönteni. Ki szereti jobban a tengergyümölcseit? Nem tudom. Jó, akkor senki többet harmadszor, kire jellemző?
Inkább rá. Hát akkor a feleség oldala kiesett. Nagy tapsot kérek szépen a jó válaszokból! Mi sehova se álltunk! Mi sehova se álltunk! Mi tartózkodók voltunk, mi játszani akarunk még! Akkor mostantól kezdve nincs tartózkodás. Ki választ zenét az autóban? Hova állnak, kedves ki? Én már kiestem az elején. No, ki választ? Ők. Akkor nagy tapsot a nyerteseknek. Jó! Kinek volt előbb jogosítványa? Nem, Iminek volt. Nincs tartózkodás. Iminek volt, gyere ide! Gyere ide, ne! Na, kire jellemző? Imi. Akkor nagy tapsot kérek szépen. Gyere Imihez. Az a csalás. De ő neki volt. Ki porszívóz többet? Imi, na jó, akkor nem lehet. Nincs is otthon Imi. Nincs is otthon porszívó. Még most vesznek porszívót. Most vesznek porszívót. Eddig mit csináltak? Sepregettek. Sepregettek. Na, ki porszívóz többet? Kriszti. No, akkor... Ki tanult meg kerékpározni hamarabb? Biztos, hogy Imi volt, pedig nem játszom, de... Na jó, az öregem! Mondom én! Akkor te hány évesen, Kriszti? Anya? Hát olyan három. Kata, mit mondasz? Te pedig? Fogalmas így. Kata! Imi mikor tanult meg biciklizni? Körülbelül hány éves volt? Kettő? Jézusom! Nagy tapsot a bátor játékért! Kata! Kettőt kellett volna mondani! Hát igen erős a mezőny, ahhoz nézem, kedves vendégek! Beugratós kérdés következik. Ki a rendszeretőbb? Éjszaka is mosodat! Hát szerintem középre kéne ide. Nincsen tartózkodás, nincsen. Nem tartózkodunk, mert mind a kettő szeretje a rendet. De inkább. Szerintem mind a kettő. Én a keresztlánya vagyok, meg a nevek olyan nevetányom. No, akkor kire jellemző? Hát átagadjuk, akkor itt úr. Mi te játékban vagy? Akkor elfogadjuk így a választ. Mindenki helyesen döntött. No. Ki tartja számon a költségvetést? Legyen Imi. Marad? Senki többet? Kérdezz, hogy te menj Imihez. Menjek Imihez, ide. Kirúgnak. Hát ki lesz az? Nem baj. Én. Iszunk egy pohárra. Nem, megjönne, itt szabad kirúgni. De. Nem. Ki jár több országban? Ó, hát ez mi ezeket a csak, hogy mozogjon a társaság. Helyes a válasz? Helyes a válasz. Rendben. Ki néz több filmet, illetve sorozatot? Székel nézi rám, mert nem tudom, hogy megváltozik. Nem is nézel tévét? Nem. Akkor megvan a jó válasz. Ki használ több fűszert a főzésnél? No, megvan. Elfogadjuk. Ki? Akkor megvan a helyes válasz. Jó. Ki az, aki többet aggódik? Marad a jó válasz? Rád jellemző. Jó. Ki szereti jobban a munkáját? Imi. Három. Kettő. Egy. Na, ki lesz az? Na, maradunk akkor. Ki az, aki
jobban tud kártyázni. Milyen kártya? Nem mindegy. Nem mindegy. A magyar kártyával. Mit tudunk magyar kártyával? Szerintem én. Sose szokott kártyázni. Igen, kártyázni sokan. Igen? Na, jó válasz, mi lesz, Kriszti? Jó, nem tudom. Jó. Nem tudom. Mi legyen? Én. Akkor megvan a három befutó. Köszönjük szépen a játékot, kedves hölgyeim! Keresztanya háromszög esett. Ki az, akinek jobban megy a számolás, illetve a matematika? Imi. Így a jó válasz? Rendben. Hát erős a mezőny. Ki az, aki bárhol jól tud aludni például? Igen, ez egy kicsit azért eldöntött kérdés volt. Hogy nyavajogtál előtt? Kimentél egy héten, hogy fogsz aludni? De akkor most mi lesz a helyzet? Nem mondjad már! Na akkor mi lesz a jó válasz? Természetesen elfogadva. Jó, akkor elfogadjuk. Nagyon-nagyon elnéző asszonyok. Ki az, aki szétszórtabb? Nem ilyen nem annyira tart fejben dolgokat mondjuk. Jobban felejt. Ez igaz. Hát igen, ez szomorú arccal kell itt tudomásul vennem, nekem is, kolléginak. Ki az, aki édes szájú? Ki inkább az édes szájú? Három. Kettő. Megvan a válasz. No, ki lesz az? Imi. Hát akkor most már nyertest hirdetünk, kedves vendégek. A Ki ismeri jobban az ifjú párt című játékban. Mondd be kérlek szépen a nevedet. Endre. Endre nyert. Nagy tapsot kérek szépen. A következő táncot Endre megnyerte. Az új asszonya járhatott. Mi nekünk pedig a feladatunk, kedves vendégek, hogy kövessük a nyertes párot. Éljen soká az új pár! Éljen az ifjú pár! Majd ha nékem sok pénzem lesz, elülök a repülőre. Úgy elszállok, mint a becske, magasabb a levegőre. Érítik a sok pénzt, amit öltök rá. Én a sok pénzt nem sajnálom, csak felégy a kicsit várom. Amerre én járok, bárhol a világ. Érítik a sok pénzt, amit öltök rá. Én a sok pénzt nem sajnálom, csak felégy a kicsit várom. Majd ha nékem lesz sok pénzt, felutazok Budapestre. Veszek ott majd sok-sok szép, veszek majd a kedvesebb. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára ne sejjen mariskát. Vedd belőle olyan úri dáma, hogy a világ megcsodálja. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára ne sejjen mariskát. Vedd belőle olyan úri dáma, hogy a világ megcsodáljon. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára ne sejjen mariskát. Ez belőle olyan turit,
csodálok, hogy a világ megcsodáljon. Majd, ha nékem lesz sok pénz, kimegyek a szigetére. Fölteszem az összes lóvét, fölteszem egy feketébe. Utamodál így szól hozzá van a jel, megüllek egy lóval, de ne én nevem. Szép sport, aló sport, de nem lény, majd ott a feleséget. Utamodál így szól hozzá van a jel, megüllek egy lóval, de ne én nevem. Szép sport, aló sport, de nem lény, ott hagytam a fizetéket. Túl a disznó, túl a macsán szélén, tartottam szeretőt, de már rég. Ha tartottam, megszenvedtem érte, egy pár világ, de hát a szemem. Ha tartottam, megszenvedtem érte, egy pár világ, de hát a szemem. Kis angyalom, majd fogsz te még sírni, majd fogsz te még gyászlevelet írni. Két tintával lesz a levél írva, a bánataid lesznek veled írva. A belseje sokára szelseje már. Nincsen pénzem a mozira, elköltöttem a mozira. Pénztárcának üres a belseje sokára szelseje már. Nincsen pénzem a mozira, elköltöttem a mozira. Pénztárcának üres a belseje sokára szelseje már. Anyós is lesz, após is lesz.
kezdi kezdni felár, estére legyen a határ. A nyúls is lesz, a pont is lesz, ezt ígének jó sora lesz, ahova vesz, kezdi, 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 estére legyen a papán. A nyúls is lesz, a pont is lesz, ezt ígének jó sora lesz, ahova vesz, kezdi, 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 estére legyen a papán. Legyek, ha lemegyek a vincet, fedek, ráülök, ráülök, ordolt emlegyére. Addig iszom, én csak bor lesz, azután meg kis angyalom, a szóda víz is jó lesz. Egyszer mentünk le a régenbe sétálni. Addig iszom, én csak bor lesz, azután meg kis angyalom, a szóda víz is jó lesz. Egyszer mentünk le a régenbe sétálni. De kutya jó kedve van az áldóját még ma ilyen úgy berúgok, örömmel lesz, azt nézni. Szombaton este azt mondta a papám, hogy ne járjon polomuljak utána. Mondja, degen aljába másnak lesz a babájom. De én arra azt feleltem nélkül, a blodolójak nem tesz-e a fenére. Nem vagyok én úgy, amit minden este. De én arra azt feleltem néki, a lovlózsák kell lesz a fenére. Nem vagyok én bugyi, amit minden este cserélte. De én arra azt feleltem néki, a lovlózsák kell lesz a fenére. Vagyok én, hogy én, amit minden este kerülne. Nem soká jön a sűr, mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Jó Pistók, szerencsés, jó estét kívánok! Nagy baleset történt ma hajnalban, megdöglött vagy 100 disznó a hátsó udvarban. Gyilkos kés okozta szomorú halálukat, földolgozták szépen, kirántották húsukat, így hát a kirántott húst kerítettem sorra, bizony legjobb falat, akárki megmondja. Még Kinizsi Pál is jól lakott belőle, az nyomban malomkövet emelgetett tőle. Tessék hát vendégek, leteszem a tálat, a rántott hús illata lengje be a házat, fogyjon hozzá bor is, ürüljön a pohár, a krumplit, a vizet, nyelj el a szamár. Éljen az ifjú pár! Még egy éjszakát, utána vár.
kísérlek, boldogan halok meg érted, kedvesem is hazád. Lágasson érni még egy éjszakán, utána bármi is érhet, boldogan halok meg érted, kedvesem is hazám. Ilci Karolina, gyertek vacsorázni. Erzsifidi Sári, Paris Karlottázni. Bella, Bella, Ilci Karolina, gyertek vacsorázni. Ha végig megyek a fő utcákat, szagadat a lát. Aztra tagják, hogy én minden este csak egyedül járok. Kacagjatok, lányok, lányok, ha meglátnátok, a budapesti babák sírva fakad látok. Kacagjatok, lányok, szépen kézsírlátok, ha meglátnátok, a budapesti babák sírva fakad látok. Kislány, vigyázz, hogy el ne hibáz, kislány a szívedre vigyázz. Kislány, vigyázz, hogy el ne hibáz, kislány a szívedre vigyázz. Vigyázz, amin már eleget, én is megkaptam a megyet. Kislány, vigyázz, el ne hibáz, kislány a szívedre vigyázz. Kislányom, úgy üdv a vigyázz. Kislány, vigyázz, hogy el legyibázz. Kislányom, úgy üdv a vigyázz. Vigyáztam én már eleget, mégis bekaptam a leget. Kislány, vigyázz, el legyibázz. Kislányom, szívedre vigyázz. Százszor is leszakad az odáig. Nincsen pénzem a vonatra, szeretőm sincs, aki hozza hozatra. Már a lábam testére hazatalál, nem lesz szabad ide Kolozsvár.
hátra, szeretőm sincs, aki hozzon hozzámra. Három lábam, estére hazatalál, estére fölölöm a papába. Nem sírok utána. A tégat,
egészen jó tár pedig a vőlegény gyógynak küldjük. Hallod, Ivi, neked szól a blokka. Hoppá! Hoppirilá, hoppirilá. Hoppirilá, hoppirilá. Jön az Ivi, az a felé, ismerik ez már minden felé. Minden szép lány róla beszél, Ivi, oly de blanté. Bejön az Ivi, az kívbe kóba, kívnek a nőknek az mindig tudja. Kívként rendel léten szága, mindenki vele mulat, darab szahá. Te vagy a király, a zenészek neked utca. A szélek lép, hogy te vagy a király, valad szahá. Ti mint a király, jöttek hozzád a szép lányok. Ivi ez a nekik világot, valad szahá. Te vagy a király. Ivinek az Ivinek az Ivinek a papam. Ivinek az Ivinek az Ivinek a papam. Számú a szerészek, neked utcá. Azt éreklik, hogy te vagy a király, darab szává. Csak belindulat a világán, jönnek hozzád a szép lányok. Mi ez a te kis világunk, darab szává. Thank you.
hogyan csinál, hogyan csinál, kellnek is három szület, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet. De már a tempó, amit te diktálsz, nem való neked. Szép, 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 mikor éget, hozzád új szólj lelkesen, s énekled a kedvenc slágeren. Hogy lazítani, próbálj meg lazítani, nem győznek tanítani, hogyan csinál, hogyan csinál, kellett kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet, minden tovább, kellett kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden arra kérdem, arany eső hulljon néked.
Szeretnék is, mert
A szerelem szele a lisztet összefújta, egy ügyes péklegény tejjel mézzel mindezt összegyúrta, tetejébe ezeket a virágokat szúrta, így lett a neve mennyasszonyi torta. Néztem, mi ékes a formája, azt hittem valami jóra való asszony bodros cicomája, de mikor megtudtam, mi is es ütemény, behozatal akkor vigyázva jöttem én. Nézzék, én ezt ide föltetettem, s a mennyasszony hogyan örül ezen, s amint véle párja kínálja, nyomban csókra áll a pici piros szája. Kedves vendégek, mire bíztatjuk az ifjú párt, mit adjon egymásnak? Csókot! Akkor hallják, úgy biztassák! No. Kedveseim, fogjátok meg együtt a kést, és együtt szegjétek meg ezt a gyönyörű szép cukrászipari költemény. Lássuk, hogy birkóztok meg a feladatotokkal. Úgy né? Hogy a fejét. És akkor kedves vendégek, régió szerencse jóslás, ki lesz az úr a házban? Kinek a keze van fölül a késen, ahogy fogják? Jóval lehet rá licitálni, lehet, de az első gondolat mindig az igazi. Hát nagy tapsot az ifjú férnek. Te csak hiszed tekintetet lehetett leolvasni a Kriszti szeméből. No, szegjétek meg a tortát, kedves vendégeknek meg majd az lesz a feladata, hogy mindezt jó ízűen egyék meg. Aha. De kapítsd egy részt. Megoldják. Férfi részt. Gyere, megjön a kezed! Na most már még a kenyeret is együtt fogjátok megszegni, ne arra is kell. Szedjük valamiból kezdődik, ott csak a súlyos, csak a különbséget, hogy mindjárt itt egy lát, hát jó, mindjárt. Azt lényeg Milyen cserve van ennek?
Kezeddel csináljuk. A feladat talán még meg is etették egymást. Hol egyik a másikát, hol másik az egyikét. Most már a ti dolgotok az lesz, hogy jó étvágyjal legyetek meg, sorba hál' Istennek nem kell állni, hiszen ki fognak titeket szolgálni. Köszönöm a figyelmet, éljen az ifjú pár! Eljön Pistok, jó estét kívánok, tisztelt Násznép, kedves vendégsereg! Éjfél múlt és nagy dolog lett mostan. Az új asszony szíve nagyokat dobban. Mondja is magának, lánynak se régen avattak a kiskorúságból, épp hogy kiragadtak. Ünnepélyesen lett most nagykorú, fejéről lehullott a mennyasszony koszorú. Éme itt áll mellettem asszony fővel, s táncolni akar minden ünneplővel. S aki nem akar vele táncolni, azt a pitva rajtaján kell kidobni, ám ennek a táncnak magas lesz az ára. Nyomjanak a Krisztinek egy-egy puszit a bal, majd a jobb arcára. S ne feledjék el, vőlegény urunknak igen táncos a láb. Forgassák meg őt is, hogy csodája ne árja. Hát eladó az új asszony pusziért. Nosza muzsikus, húzz rá az ifjú párért. Tettetek is ittatok is, már eleget. Hazamenni jó emberek, így nem lehet. Tász, hogy uram, legyen szíves felállni, a mennyasszonyra kezdjen el licitálni. Eladó a mennyasszony egy pusziért, a következő elvihetni dupláért. Az, aki a legvégére maradt, nem ússza meg soha száz röngyalak. Kettetek is, ittatok is, már teleket. Hazamenni jó emberek, így nem lehet. Ház nagy uram, legyen szíves felállni, ha mennyasszonyra kezdjen el licitálni. Eladó a mennyasszony végött szállni, következő elvihetni kollálni. Az, aki a legvégére maradt, nem ússza meg soha száz röngyalat. Ebbetek és ittatok is, már eveget, hazamenni jó emberek így nem lehet. Ház nagy uram, legyen szíves felállni, a mennyasszonyra kezdjen el licitálni. Eladó a mennyasszony, következő elvihetni dupláért. Az, aki a legvégére maradt, nem ússza meg soha száz röngyalat. Eladó a mennyasszony, végött szállni, eladó a mennyasszony, elvihetni dupláért. Az, aki a legvégére maradt, nem ússza meg soha száz röngyalat. Jaj, de csinos megyecske lett a kőpályú, kerek volt a csavarnak a hajjából. Jaj, de csinos megyecske lett ebből a szájból, kerek volt a csavarnak a hajjából. Kerek volt a kerekre, hogy ne süssön a nap a szemébe. Esztendőre elveszett, kettőre meg nem merett, ő lesz az én drága kis feleség. Jaj, de csinos megyecske lett ebből a lájból, jaj, ne csinos megyecske lett ebből a lánykul. Keretnek a hajjából, kerek mondjon keretnek, hogy ne sőssön a nap a szemébe. Ezt a nőre elveszem, kegyelő meg nem mered, ő lesz az én csárnak is feleség. Tettetek is, itt voltok is már eleget, hazamenni jó emberek így nem lehet. Nász nagy uram, egy egyszeres elállni, az új asszonyra kezdjen el lépét állni. Eladó az új asszony, még ön szállni, következő elvédni túl állni.
és a határzott gyalaj. Elavul a mennyasszony végön szállt. Következő elvihetni dollárét. Az a gíra a legvégére maradt. Nem úszta meg soha szállt a gyalaj. Elavul a mennyasszony végön szállt. Következő elvihetni dollárét. Az a gíra a legvégére maradt. Nem úszta meg soha szállt a gyalaj. Yeah, I agree.
életem marad. Nem ússza meg soha százra gyalad. Veszedek is, itt adok is, hát ne lehet. Hazamenni jó emberek éjjel. Hát nagyon legyen szíves felállni. Amely a szagra kedjen elnézik tájni. Eladódom, jössz, hogy még egy látni. Következő elvihet, mint tovább. Az, aki annak még éve marad. De mussza meg soha százon gyalog. Megy az, hogy még öt száz. Következő elvihet, mint tovább. Az, aki annak még éve marad. Nem ússza meg soha százon gyalog. Nem ússza meg soha százon gyalog. Kérdezek én tőletek, kedves vendégek, valamit. Az ifjú pár úgy, mint új asszony, új ember, egy lakodalom után hova megy? Milyen útra? Nász útra. Gyalog útra. No. Hát kísérjük el őket el, ugyan nem autóval mennek, nem hajóval és nem repülőgéppel, hanem vonattal. Imre, te mint masinista, állj az élre, a többieknek tessék beszállni. Megy a gőzös, megy a gőzös kanizsára. Kanizsai állomásra. Elülül a masinista. Ki a gőzös, ki a gőzös, ki a gőzös. Elülül a masinista. Ki a gőzös, ki a gőzös, ki a gőzös. Annak tovább nagy kanizsai kőjében. Masinista bácsi nagyon szépen kérem. Figyelem, you know.